Hát veszek itt a kertben, innen üdvözlök mindenkit, kijöttem ma egy kicsit, azt nézegettem, hogy lassan a szembe fogok rakni egy kis zakuszkát, még egy adagot, meg lehet, hogy egy kis paradicsomlevet is, a fene tudja. Lassan érnek be azok, amik ugye éretlenek voltak. Az alsók azok már be vannak termelve, de hát ugye egész felig gyönyörűen jönnek, úgyhogy hát lesz itt még sok, meg hát még csak augusztus van. Na de nem ez a mai program, hanem a mai program az, hogy kérem tisztelettel felszedem a burgonyát. Úgy állok hozzá, hogy múlt héten ugye kiszedtem egy ládával, nem a legjobb. Ha meglátjuk majd, hogy milyen lesz. Meg még egy-két dolgot el kell intéznem. Hát fogjunk hozzá. Úgy látom, a nap is előbb újik mindjárt mögül a felhő mögül, pedig olyan jól esett ez a felhőcske. És aztán nyomassuk. Megálltam egy percre megszusszanni, mert hát itt lassan telegetnek megfele a ládák. És hát kellett egy kis levegőt venni, azért fárasztó. És a helyzet az, hogy ha már így megálltam, akkor egy pár szót mondanék itt. Egy pár érdekes dolgot, amiből talán én is, meg más is tanulhat ezt-azt. Hát ahogy ásom itt kifele, egyre savanyúbb a szőlő. Ahogy azt látjuk, a burgonya mérete hát eléggé apró. Most nem azt mondom, hogy nem konyhaképes, konyhaképes, meg hál' Istennek nincs benne rossz, tehát hál' Istennek nem kell eldobálni belőle. De tény, hogy a megszokottnál sokkal apróbb, úgyis mondhatnám, hogy mindenkori rekordomat megdöntöttem, nekem ilyen apró a burgonyám még nem volt ebben a kertben. És ilyenkor még megszusszanok, úgy gondolom érdemes eltűnődni azon, hogy mi volt más idén, mi okozhatta azt, hogy ennyivel apróbb lett a krumpli, mint szokott. És ilyenkor szeretem azt is megvizsgálni, hogy én mit követtem el, nem csak azt, hogy mennyibe volt másabb az időjárás idén, mint máskor. Hát az időjárás az nagyon másabb volt. Na most én Szatmárnémetiben kertészkedem. Itt átlagosan egy évben kb. 7-800 mm eső szokott lehullani. Esőt mondok, mert téli havazások nagyon ritkán vannak, és ha vannak is, nem beszélünk nagyon nagy vízmennyiségekről. Tehát úgy kell ezt érteni, hogy ennek a 7-800 mm-nek a zöme az úgymond szezonba hullik le, tehát tavasztól őszig. Na most ehhez képest az idei év az hát sok tíz éves rekordokat döntöget, akkora a száj van. Hál' Istennek nem minden területén magyar lakta vidékeknek, de itt Szatmáron ez van. Hogy számokban is ezt kifejezzem, ez azt jelenti, hogy április legelejétől egész mostanáig augusztusig, ami hát azért a teljes szezon mondhatni, kb. 130 mm eső hullott le. Na most, ha ezt viszonyítsuk a sok éves átlaghoz, ami mondom egy olyan 7-800 mm évenként, amiből télen alig-alig, tehát 100 mm esik mondjuk, a többi az mind szezonban, hát ehhez viszonyítva ez az idei 130 mm, ez az egyharmada a megszokott esőmennyiségnek, és ez így nagyon gáz. Hát ez lehet valószínűleg a fő oka annak, hogy ilyen apró a krumpli. De ugyanakkor még egyszer mondom, szeretem megvizsgálni, hogy én mit csináltam másképp. Hát egyrészt lecseréltem a fajtákat, amiket eddig termeltem. És úgy gondolom, hogy egy oka lehet annak, hogy ennyire apró a krumpli. Úgyhogy jövőre vissza fogok térni ahhoz a két román fajtához, amit eddig is vetettem. Idén most két magyarországi fajtát tettem. Nem feltétlenül az az oka, hogy magyarországi, hanem egész egyszerűen csak megtörtént, hogy a fajta választás nem volt tökéletes az én igényeimnek, az én elvárásaimnak. Úgyhogy jövőre vissza fogok térni a tavalyihoz, és azt fogom újra ültetni. A másik ok, ami úgy gondolom, hogy esetleg okozhatta, hogy ilyen a burgonya, az a locsolás. Ugyanis van egy régi megfigyelésem, nem tudom, hogy mennyire igaz, mennyire nem, saját, ha nem igaz, javítsanak ki, de néha bizony, főleg amikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény, aszályos, kánikulás helyzetek voltak, akkor éjszaka,
este, késő este, nagyon alaposan belocsoltam a burgonyát, de én úgy érzem, hogy elkövettem egy hibát. Mégpedig azt, hogy ezt nem rendszeresen tettem, hanem időszakosan. És amit most még idén ugye elhatározok jövőre, és ilyenkor születnek meg a jövő évi elhatározások, tervek, az egyrészt az, hogy visszatérek a saját fajtámhoz. A másik az, hogy ha, és remélem nem, de ha megint ilyen asszályos időszakot hoz a jövő, és hát locsolni kényszerülök a burgonyát, amit egyébként tavaly is locsoltam, de csak úgy immelámmal és éppen hogy, tehát nem mondhatni azt, hogy agyon öntöztem, akkor a locsolást, hát vagy azt fogom csinálni, mint eddig, az eddig előző években, hogy alig-alig locsolom, vagy szinte nem locsolom, vagy azt fogom csinálni, hogy locsolom, de akkor viszont ezentúl megpróbálok nagyon rendszeresen locsolni. Tehát, hogy ne legyen ez, hogy néha nagyon bőséges a vízellátás, és néha pedig nagyon-nagyon asszályos. Tehát ne legyenek ezek a szélsőségek meg, hanem egy állandó, hát ilyen komótos meglétet biztosítsak a burgonyának. Na hát, én közben itt kiszusszantam magam, ennyi volt a kis rövid eszmefuttatás. No, kiugrott a földből a krumpli, és az a helyzet, hogy szóltam a Robinak, nem a Robi kapának, hogy jöjjön már ide, és kapáljon fel. Ez azért fontos, aki esetleg nem szokott burgonyát kiskertbe vetni, mert akármilyen alaposan szedi fel az ember, meg össze az ember, hássa ki, az a helyzet, hogy mindig-mindig a földben marad néhány apró burgonya. Na most óvatom, mert így is fog maradni, például ott nyoma. Látjuk. Egy kis pici, ami nem nőtt meg, de ezt most felhozta például a Robi a tetejére, és ezeket, ha nem szedem össze mindet, egytől egyig, mindegy szálig, akkor jövőre is burgonyát fogok itt termelni, ha akarok, ha nem. Ugyanis hiszük vagy nem, ezek a kis apróságok, ezek olyan gyönyörűen át tudnak telelni, és jövőre itt gyönyörű szépen ki fognak hajtani újra. Úgyhogy most annyit csináltam, hogy itt szépen mindent felkapáltam, és összeszedtem minden egyes ilyen kis apró maradékot. Hát most ott van néhány apróság, ami úgy tűnik, hogy az, de nem az a fáról lehullott alma, ami többlet volt, és már a fa nem viselte el, nem nevelte ki, úgymond. De a kis apró burgonyákat mindet szépen összeszedtem, és ajánlom másnak is, hogy szedje össze, mert másképp még egyszer mondom, hogy következő évben megint csak burgonyát fog termelni, ha tetszik neki, ha nem. Úgyhogy, és ebben nagyon nagy segítség a Robi kapa, hát mindig talál az ember, itt van még egy. Na, erről beszélek. Tehát van egy-kettő ilyen apróság, ott marad, és akkor jövőre megint nő a burgonya, aztán nem győzünk majd kiszedegetni. Jó, akkor ennyit a krumpliról, hát majd megmérem, majd talán a következő videóba beteszem, hogy mennyi volt. Nem a legszebb méretre, amúgy meg gyönyörű. Most viszont még azt hiszem leszedek egy láda paprikát, édes paprikát, nemes paprikát, fűszer paprikát, mert mindig úgy szoktam, ugye még nem ment le teljesen a nap, még van egy fél óra melózni, úgyhogy azt gyorsan lekapom, hogy még fel tudjon fűzni, ki tudjam akasztani, száradni, hát lehet nem mindet, ami van érve, de legalábbis egy jó nagy részét. Na, nyomás! Na, az édes, nemes fűszerpaprika is érik be. Hát egy ilyen ládával tudok egyszerre leszedni, mert lehet, hogy volna több is, de nem szedek le többet, mert ezt fel is kell fűzni zsinegre, ami idő. Úgyhogy mivel már tényleg már megy le a nap, ma most lekaptam épp egy kisebb ládával, ezt ma még felfűzöm zsinegre, árnyékos helyre kicsöngetem, hadd érje még egy kicsit, és aztán szárítom és darálom őt lefele, de ugye ezt csak ilyen kisebb adagokba tudom csinálni, bár nekem kevés paprikám van, néhány sor csak, hát épp annyi, hogy a család fűszerpaprika igényét kielégítse, de hát az a helyzet, hogy a felfűzés, most ezek le is felcsöpte egy kicsit, egyetlen egy eső volt idén, az most volt, vagy két napja, három, de tényleg egyetlen egy volt idén, és az fel is csapta egy kicsit sára. Úgyhogy ezeket most egyenként gyorsan leöblítem, megszárítom, felfűzöm és kiteszem valahova, hogy érlelődjön. No, hát ennyi lett volna mára. A burgonya olyan, amilyen, a többi viszont
remek, úgyhogy panaszra nincs okom. Ami a burgonya földjét illeti, itt a felkapálása után gondolkodóba estem, még lehet, hogy augusztus közepén egy dolgot elteszek bele, majd meglátjuk, hát még eldöntöm magamnak. Lényeg az, hogy köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna mára. Egy kellemes napot. Viszlát! Thank you.